Onnan szeretném folytatni, ahol tegnap abba hagytam. Tarlós István tegnap kapott egy 24 órás lehetőséget. Lehetőséget arra, hogy kinyilvánítsa a budapestiekkel szemben, hogy igenis tisztességes politikushoz méltó módon a budapestiek érdekeit képviselve mindenkor kiáll azokért az értékekért, ami a budapestieknek fontos. Tarlós István hetek, hónapok óta hallgat. Nem nyilvánít véleményt olyan fontos kérdésekbe, mint amikor a kormány Budapest ellenes intézkedéseket hoz. Nem nyilvánít véleményt államosításról, nem nyilvánít véleményt Városliget beépítéséről, és nem nyilvánít véleményt a források Budapest esetében évente 200 milliárd forintos forrás elvonásáról. Mindig csak hallunk reményeket, igényeket, hogy majd egyszer a BKV finanszírozása is megoldódik. Eltelt 4 év. És most túl vagyunk egy nagyon kemény héten. Ezen a kemény héten kedden elfogadott a Fidesz egy tisztességtelen törvényt. A főpolgármester azt mondta, hogy ha ezt a törvényt elfogadja a parlament, akkor ő majd kommentálni fogja. Azóta kérem, 3 nap telt el, főpolgármesteri véleményt nem hallhattunk. Néhány nappal korábban arról hallhattunk, hogy a kormány elköltözteti a minisztériumok egy jelentős részét Budapestről. Ezzel kapcsolatban sem hallottuk, hogy a főpolgármester megszólalt volna, noha több megyei város, ahova ezek a minisztériumok költöznének, öröm üdvrigalvásban kitörve rendkívüli testületi üléseket hívtak össze azért, hogy köszöntsék ezt a kezdeményezést. Tarlós Istvánnál mi kezdeményeztük, hogy rendkívüli közgyűlést hívjon össze, hogy kifejthesse az álláspontját a Budapestet súlyosan érintő döntésekről. És hát talán tegnap volt a Budapest ellen viselt háborúnak a csúcspontja, amikor kiderült az a nyilvánvaló hazugság, amire Tarlós István és Orbán Viktor épített az elmúlt hónapokban és években, hogy majd az uniós forrásokból, majd 2015-ben minden megoldódik. Tegnap lepergett a cukormáz erről a hazugság halmazról. Kiderült, hogy Lázár János nyilván nem önmagában, hanem Orbán Viktorral közösen úgy döntöttek, hogy végre beismerik a nyilvánvaló igazságot, nem hazudnak tovább a budapestieknek, nincs európai uniós forrás. Na ezzel még tudnánk élni, hiszen a budapestiek napi 18 milliárd forint adót fizetnek be. Mi ebből összesen 2 hétnyi munkánk bérét kapjuk vissza. A főváros büdzséje ekkora. Mi azt követeljük, hogy 3 hétnyi munkabérünkért mi budapestiek saját magunkért dolgozhassunk. Ha 3 heti bérünket visszakapjuk, mint fővárosi költségvetés, mi meg tudjuk oldani a kormány kegye nélkül azokat a feladatokat, beruházásokat, amelyek a budapestiek számára fontosak, így a 3-as metró halaszhatatlan felújítása is. Tarlós Istvánnak már csak 4 órája van egész pontosan ahhoz, hogy tisztességes politikusként kiálljon, és elmondja, hogy egyetért, vagy nem ért egyet Orbán és Lázár Budapestet tönkretevő politikájával. Ez a kutya kötelessége annak az első embernek, aki nem csak politikus ennek a városnak, hanem megfizetett szolgája, megfizetett közszolgája, a legjobban fizetett közszolgája Budapestnek. Azért a fizetésért, amit ő főpolgármesterként felvesz, kutya kötelessége lenne, hogy kiálljon a budapestiek elé, szemükbe nézzen, és azt mondja, hogy egyetért Orbán úrral, és akkor ebben az esetben végleg bekönyvelődne, hogy ő egy bábú, vagy kiállna és azt mondja, hogy nem ért egyet. És azt is elmondaná, hogy mit fog tenni azért, hogy ezek az elképzelések ne valósulhassanak meg. Legalább hallathatná a hangját. Ha viszont erre nem képes, vagy nem alkalmas, akkor a 24. óra végén, vagyis este 6-kor azt várjuk tőle, hogy távozzon. Ne mondjon le, csendesen távozzon. Menjen úgy, amilyen haszonnal töltötte itt az elmúlt 4 évet, bábként, saját szégyenével, menjen és éljen magába.